Nem érzem úgy, hogy vereséget érdemeltünk volna. Meg voltak nekünk is helyzeteink, hogy x-ünk, vagy nyerjünk is akár. Így elakult, nem majd menni kell tovább. Első meccset megnyertünk, most kikaptunk, nincsen semmi baj, ez még csak a másik forduló. Aztán hozni kell tovább a pontokat majd. Nehéz volt ez a heti felkészülés a Diósgyőr ellen, mert nagyon kevesen voltunk, voltak sérültjeink, és ugye volt egy kisebb vírusos megbetegedés pár játékosnál, hasmenés. Úgy jöttünk ide, hogy mindenképp pontokat akarunk szerezni. Jól kezdtük a mérkőzést, sokszor tetszetősen és szépen játszottunk egy-két érintővel. Aztán sikerült ugye megszerezni a vezetést. Utána volt egy-két szituáció, ugye a játékvezető hazadást ítélt, úgyhogy volt egy közvetett szabadrugás, hát nem tudom, 8-10 méterről. Akkor Diósgyőr tudott egyenlíteni, de a játékunkon nem volt probléma. A vezetőedző azt mondta a félidőben, hogy folytassuk ugyanígy, aztán meg lesz az eredménye. Viszonylag az elején ugye Obina rúgott egy szépségdíjas gólt, és utána sokat harcolva, egymást kisegítve sikerült megtartani ezt az eredményt. Milyen volt a hangulat? Ugye azért az jól látható volt, hogy a Honvéd elleni siker azért alaposan feltüzelte a szurkolókat, és tényleg itt mindent beleadtak 90 percen keresztül. Igen, a hangulat nagyon jó volt, nagyon köszönjük a szurkolóknak, reméljük, hogy ez így fog menni tovább, és akkor sokkal erősebbek tudunk lenni itthon. Mennyire kellett a lelkeknek ez a három pont azok után, hogy ugye nem kezdődött túl jól a bajnokság, és ott a szurkolók is azért a meccs végén nem tetszésüket kifejezték? Nagyon kellett ez a győzelem minden szempontból. Ugye aki sérült volt, vagy beteg, annak is talán gyorsabban így felépül, meg a szurkolókat bízok benne, hogy egy kicsit jobb sikerült újra visszacsalogatni őket, hogy kicsit pozitívabb a szemlélet velünk kapcsolatban, ugye mert nem jól kezdtünk, de azért idegenbe győzni mindig is nehéz, és ez most sikerült. Mesélj szíves a gólodról, azért nem sűrű látni ilyen gólt, hogy a 16-oson belülről talál be valaki közvetett szabadrugásból. Hát egy közvetett szabadrugás volt, a proszernai legurította nekem. Arra gondoltam, hogy legnehezebb a kapusnak az, hogy füle mellett egy méterről elszáll egy labda erősen. Így csináltam, aztán hála Istennek gól lett. Lőttél már hasonló gólt pályafutásod során? Nem. És ugye ez volt a második gólod a szezonban, mondhatjuk, hogy bomba formában kezdted a szezon? Hát azt nem tudom, de hát így szeretném folytatni. Úgyhogy minél több gólt szeretnék szerezni ebbe az évbe és segíteni a csapatot. Ha már sérültek, akkor rólad is beszélünk, kicsit csatlakozó hozzájuk, vagy hogy vagy? Mesélj egy szíves a fejedről. Hát ugye volt egy felével, és összefejeltem, most így hirtelen nem tudom, hogy kivel, de ahogy leestem a földre, ugye megfogtam a fejemet, ilyen meleget éreztem, ugye vérzett, de igazából így eszméletkiesés, meg szédülés nem volt. Az orvosunk azt mondta, hogy most majd elmegyünk a kórházba, megnézi, lehet, hogy össze kell varni, de szerintem semmi komoly. Akkor rajtad múlik, következő fordulóban játszol? Ha rajtam múlik, és a vezető edző úgy dönt, akkor persze 100%-osan készen állok a következő hétre. Ugye mondhatjuk, hogy felemás a szezon kezdett, egy nagyon erős nemzetközi kupa szereplő Honvédot sikerült verni most Újpesten egy vereség. Szerinted így két meccs után hova kell rakni ezt a Diósgyőrt, hogy érzitek? Szerintem még nem lehet hova tenni, az biztos, hogy két nagyon erős csapat ellen játszottunk most, az ország egyik kettő legjobb csapata, ugye a Vidőben meg a Ferencváros mellett, és ezekkel teljesen partiban voltunk, az egyiket ne tudtuk győzni, a másikat kikaptunk, de azt is úgy, hogy inkább kiki meccs volt, úgyhogy nem kell minket temetni ebbe az évbe, szerintem ez egy jó év lesz a DVTK-nak.